Sziasztok! Itt ismét Fanni, és ez egy újabb Nyuszi Tippek videó, ahol egy kérdésre fogok röviden válaszolni. Egyébként, ha van Nyuszival kapcsolatos kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel itt kommentben, és akkor ugyanígy ilyen rövid videóban válaszolok nektek. A mai kérdés, ami így érkezett még régebben, a mai téma az a Nyuszi hám, illetve a Nyuszi sétáltatás, ez a kettő egy ilyen kicsit összefügg, hogy mi arról a véleményem, igazából az volt a kérdés. Igen, tehát ezzel kapcsolatban eléggé furcsa véleményem lesz majd, mert a tapasztalataimat fogom veletek megosztani, mint ahogy egyébként a korábbi videóknál is, főleg a tapasztalatok alapján segítek nektek. Ugyanis kikit ugye rendszeresen kiengedjük, meg ki is engedtük, régebben is mindig engedjük, hogy futkározzon a lakásban. Mi ugye itt a lakásba szoktuk kiengedni, és akkor egy órára vagy másfélre így naponta kiengedjük, így tök jól el van. És az elején, amikor még nem nagyon tudtuk, hogy legyen ez, mint legyen ez, meg ugye féltettük a bútorokat, stb., eszünkbe jutott, hogy esetleg vehetnénk neki ilyen pórázt, ilyen nyuszi pórázt, ilyen hámot, amit ugye láttuk ilyen állatkereskedésekbe, és hát meg is vettük. És hát, megmondom őszintén, az elején még Kiki egész kezes is volt, felraktuk rá, így egész jól működött a dolog, így rohangált vele, így fogtuk, bár elég furcsán éreztük magunkat, hogy így a lakásban így pórázon van a nyuszi, de így poénból így kipróbáltuk, hogy vajon hogyan reagálna rá. Eltelt egy pár nap, és utána azt kezdtük el észrevenni, hogy már így nem nagyon szereti, vagy már nem, tehát így amikor meglátta, már így nem is tudom, így elkezdett így elbújni, meg így nem szerette, így látszott rajta, hogy nem azt se akarta, hogy feladjuk rá. És utána már így úgy döntöttük vele, hogy inkább a lakást tesszük nyuszi biztossá, hogy vannak bizonyos részek, ahova nem engedjük, van, ahova engedjük, és megpróbáltuk ugye a kábeleket is eltüntetni, mert ugye azokat is van, hogy rágcsálják a nyuszik. És inkább arra próbáltunk központosítani, hogy a lakás legyen nyuszi biztos, mint hogy egy ilyen furcsa dolgot tegyünk rá. Megmondom őszintén, nekem ez egy picit olyan furcsa, hogy nyuszira pórászt rakjunk, picit természetellenes is. Igaz, hogy megvettem, tényleg megvettem, és ki is próbáltam, de a végén abszolút úgy láttam a dolgot, hogy kicsit olyan furcsa. Tehát kutyáknál oké, az teljesen normális, de valahogy ilyen kisállatoknál szerintem nem annyira, vagy hát a nyuszinál nem annyira. Nagyon szeretnek futkározni, zsákmányállatok, szerintem úgy éreznék, hogy így le vannak láncolva, és nem tudnak menekülni, a menekülési ösztönükbe is egy kicsit bezavarhat ez a dolog. Úgyhogy szerintem jobb, ha nem használjuk, legalábbis Kikinél ez volt, bár szerintem ez lehet, hogy pont egy olyan eszköz, ahol megoszlanak így a vélemények, az egyes tapasztalatok. Nekem így ez volt nyuszival tapasztalatom, így Kikivel. Nem tudom, hogy szabad téren mi lenne a helyzet, hogy ott érdemes lenne esetleg kipróbálnotok, vagy nem, tehát például kertes házban, kertben, de ott is inkább egyébként azt javasolnám, hogy próbáljátok meg így elkeríteni a nyuszit, hogy ne tudjon átmenni a szomszédba, vagy végleg elfutni, tehát ott is inkább arra kellene törekedni, hogy így biztosabb legyen, mint hogy ilyen pórázt használjunk. Hát mondom, nekem így ez volt a tapasztalatom, és szerintem Kiki is azóta így szabadabbnak érzi magát, hogy oké, nem mehet bizonyos helyekre, azt így megérti, meg tök jól meg is tudta tanulni, viszont nem akadályozzuk abban, hogy tehát a mozgásban meg nem kényelmetlen neki. Úgyhogy nekem ez volt így a személyes tapasztalatom ezzel kapcsolatban, de egyébként, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan vegyetek és próbáljátok ki, mert végül is nem egy olyan ördöngőség. Szerintem végül is úgyis a nyuszi fogja eldönteni, hogy szeretné-e vagy sem. Úgyhogy nagyjából ennyit gondoltam így elmondani erről a kérdéskörről, és hogyha esetleg még ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban még van kérdésetek, akkor mondom, nyugodtan tegyétek fel kommentben, szívesen válaszolok rá ilyen, tényleg ilyen rövid videó keretében, és hát remélem, hogy tudtam kicsit segíteni abban, hogy
vásároljatok-e vagy sem, vagy hogy szerintetek a ti nyuszitok hogyan reagálna erre. És hát remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor nyugodtan nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok meg azt a kis csengőt, hogyha szeretnétek értesítést kapni, hogy mikor kerül fel legközelebb videó. Remélem, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!